Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Négyszeri hosszabbítás után kapott ki a Maszcól a Marsúnyíregyháza. Két megyebeli bronz született a Cselgeny Diák Olimpia országos döntőjében. A sereghajtó Nyírbától látogat a listavezető Sparihoz. A hétvégén 9 csoportban rajtol a megyei futballszezon. 42 pontos győzelmet aratott a nyíregyházi kosársuli. Apagyi és Analcsi érmek születtek a Diák Olimpiai döntőben. Négyszerű hosszabbítás után szenvedett vereséget a Marsúnyíregyháza a MAFSZ otthonában. Sitko Ernő együttese a 74-74-re végződő rendes játékidő után 123-121-re kapott ki a fővárosban. Egy történelmi mérkőzésnek lehettél részese, hiszen négyszeres hosszabbítás után dőlt el a MAFSZ elleni mérkőzés, sajnos nem a Nyíregyháza javára. Mit lehet mondani erről a meccsről, amelyben gyakorlatilag, ha beleveszünk a rendes játékidő végét, 5 végjátékot játszott végig a csapat? Ez így van, és már többször megnyertük ezt a mérkőzést. Valóban történelmi, de nem fogom szívesen olvasgatni majd a kosárlabda történetében, magyar kosárlabda történetében ezt a mérkőzést szívesen, hiszen nem mi nyertük meg a találkozót, és minden sokkal szebb lenne természetesen, hogyha a rendes játékidőben meg tudtuk volna nyerni, viszont akkor nincs sporttörténelem, tehát nem is beszélhetünk ilyenről. Eltelt egy fél nap még csak a mérkőzés után, tehát gondolom rengetegszer végig gondoltad, hogy mi múlott az, hogy nem a Nyíregyházi csapat terülhetett a végén. Persze, nagyon sokszor végig gondoltam, és végig gondoltam azt is, hogy ha nem így történnek bizonyos dolgok, akkor milyen simán mi nyerjük a találkozót. De én megint csak oda tudok visszatérni, amit a mérkőzés után is mondtam, és amit egész évben említettem. Hiányzik egy vezéregyéniség a csapatból, bár ma, illetve nem ma, hanem tegnapi mérkőzésen már voltak nyomai annak, hogy sokkal jobban próbáltuk összefogni és irányítani a csapatot, főleg a második félidőben. Azért most mindent elszomorít az, hogy végül is nem mi nyertük meg a találkozót, de azért voltak biztató jelek, ott a védekezésünk egészen stabil volt, nagyon sok jó támadásunk volt. Viszont sajnos azokban a fontos szituációkban, amikor el kell dönteni egy találkozót, akkor nem tudtunk felülkerekedni. De nem csak ezen a MAFSZ mérkőzésen volt ez így. Pécsen ugyanígy feljöttünk, ott voltunk, megfordítani nem tudtuk akkor az eredményt. Egy nullás helyzetben kicsúszott a labda a kezünkből, 3 gyors indításban kidobtuk a pályáról a labdát. Nem véletlen az, hogy az amerikai kosárlabdában, és hogyha az amerikaiban igen, akkor elvileg a világ kosárlabdázásában is léteznek olyan játékosok, a klácsás shooterök, akik a klács szituációkat könnyörtelenül be tudják fejezni. Ugye ezek azok a játékosok, akik lehet, hogy a mérkőzés folyamán nem csinálnak semmi különlegeset, de amikor a fontos szituációk érkeznek, amikor el kell dönteni a mérkőzéseket, akkor ő rájuk lehet számítani, és ők könyörtelenül ki is használják ezt. Természetesen ehhez tapasztalt játékosnak kell lenni, nem könnyű megoldani az ilyen szituációkat, de összességében azért csináljuk ezt az egészet, mert szeretjük a feszültséget, és szeretjük a sportágunkat, és ezekért a pillanatokért érdemes kosárlabdázni. Az biztos, hogy ha Nyíregyházi sikerhez születik, nagyon dobott volna a csapat hangulatán, önbizalma, motivációján, milyen hatása lehet egy ilyen végkifejletnek? Nagyon nagyon dobott volna természetesen, de úgy gondolom, hogy mindenből tanulni kell, és most dől el az igazán, hogy ki sportember, ki alkalmas arra, hogy élsportoló legyen, és kinek kell esetleg más szakmát választania. Akit most ez lezúz és összezuhan, az nem alkalmas arra, hogy élsportoló legyen. Aki ebből fölemelkedik, erős, és a következő mérkőzésen még erősebb játékot és még erősebb személyiséget mutat, azok alkalmasak arra, hogy ott maradjanak a legjobbak között. A hétvégén a friss kupa győztes Körmend érkezik. Milyen esélyekkel lépünk pályára, bár éppen a Körmend bizonyította azt a kupa döntőben, hogy a esélyesebb Szolnokot megverve egy esélyesebb csapat így győzhet. Igen, természetesen nem a legkellemesebb ellenfél most nekünk a Körmend, de igazából ki lehetne a kellemes ellenfél. Nagyon örülök neki, hogy a friss kupa győztes fog Nyíregyházára látogatni. A közönség láthat egy olyan csapatot, aki nemrég nyerte meg, ugye egy héttel ezelőtt nyerte meg a kupát, vagy azelőtt majd a mérkőzés előtt nyerte meg a kupát, és bízom benne, hogy jól fognak szórakozni a kilátogatók.
biztos vagyok benne, hogy mi is oda fogjuk tenni magunkat, értékelni fogjuk ezt a MAX mérkőzést, és biztos vagyok abban, hogy ki fogunk belőle lábalni. Remélem, egy jó mérkőzés lesz. A vásárosnamény Nyíncticei Réka és a nagyvarsányi Vaska Fanni egyaránt bronzérmet szerzett a serdülő cselgány diák olimpia országos döntőjében. A vásárosnamény sportcsarnokban a fiúknál 10, a lányoknál pedig 8 súlycsoportban osztották ki az érmeket. 63 intézmény 201 versenyzője részvételével rendezték meg a serdülő korosztályban a Cselgáncs Diák Olimpia országos döntőjét Vásárosnaményban. A szervező Szelet-Kelet Sportegyesület 2 évvel ezelőtt élesztette újra a sportágat a városban. Az egyesületünk 2 éve alakult, és körülbelül 5 csoportban 130-140 gyerek foglalkozik nálunk a Cselgáncsa. Az elmúlt évben egy nemzetközi verseny megrendezésével bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk összerakni egy ilyen programot, és a szövetség 2016-os naptárába erre a versenyre minket választottak ki. Nagyon nagy feladat volt. Hát elsősorban még nem rendelkezünk olyan saját eszközökkel, hogy ezt tegyük, de több más klub segített bennünket abba, hogy megrendezhessük ezt a versenyt. A megyéből hány versenyző indult itt a mostani diákolimpiai döntőn, és hány vásárosnaményi sportoló? 4 indultak, mindenki az egyesület keretein belül versenyezés, így ahogy lementek a lányok verseny, 2 bronzéremmel zártak a lányok, és elég ügyesek voltak. Ennél a judó országos diákolimpia döntőnek adott otthont vásárosnamény, hogyan került ide ez a sportág, hiszen azért valljuk be, vannak olyan területek az országban, nagyobb hagyományai vannak a cselgáncsnak. Itt minden jelentősebb esemény az mindig úgy kezdődik, hogy van egy ember, aki az élére áll ennek a dolognak, és hál' Istennek, és itt ki kell emelnem Isticei Zoltánnak a nevét, aki úgymond kovász a megyei judósportnak, és nagyon sokat áldoz érte, és hát neki köszönhetjük azt is, hogy egyrészt meghonosította megyénkben úgymond a judósportot, vagyis inkább felszínre hozta, hogy látható legyen. Egyre többen hódolnak a gyerekek közül ennek a sportnak, hál' Istennek, és egyre több verseny is van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, judóverseny, és annak egy jelentős helyszín, egy jelentős judóversenynek ad most lehetőséget Vásárosnamény, egy országos döntőnek, és ez azért nagyon különleges, mert Vásárosnaményben is itt a környéken még nem volt országos döntő, sőt Vásárosnaményig judó verseny sem volt igazából ilyen jelentőségű, pláne itt a csarnokban, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a Szelet-Kelet Egyesület ilyen szervező munkával ezt meg tudta valósítani, és nagyon örülünk annak, hogy a sportpaletta is szélesedik ezáltal, hiszen amint láthatjuk, itt is több mint 200 gyerek van megmozgatva, tehát van létjogosultsága a sportnak, és bármilyen sportról beszélünk, örülünk nekik, hogyha itt van a megyében, mert azt hiszem, hogy ezzel csak gazdagodik a megye sport élete. Képviselő talán nem túlzás azt mondani, hogy ez egy úttörő rendezvény itt Vásárosnaményben, hiszen sem a sportág, semmilyen rangú rendezvény nem mutatkozott még be itt a régióban. Igen, hát a Szatmár-Beregi, a tágabb Szatmár-Beregi térségben Mátészalkán voltak judó hagyományok, akár Debrecenben, akár a térség többi településén semmilyen hagyománya nem volt. És hát mint minden sport, azért mindig kötődik valakihez. Nincs Zoli, aki annak idején Mátészalkán versenyzett, az ő ötlete volt, hogy adjon a várostban legyen ez a rendezvény. Szerencsére polgármester úr, mint egykori pedagógus támogatta, hiszen fontos számunkra az, hogy a következő generációnak a egészségügyi állapota milyen, és azért a meghatározó, hogy fiatalkorokban hogyan viszonyulnak a sporthoz. Polgármester úr, milyen jelentősége ez az esemény Vásárosnamény életében, sport életében? Vásárosnamény sport életéről egyébként is elmondhatjuk, hogy virágzóban van, föllendülőben van, és ez a mai nap ez egy mérföldkő, hiszen semmilyen sportág, semmilyen kategóriájában, semmilyen korosztályban nem volt még országos döntő, így külön köszönöm a Judo Szövetségnek, valamint Isztai Zoltán barátomnak, hogy lehetővé tette azt, hogy Vásárosnaményban serdülő diákolimpiai döntőre kerül sor. Ugye azt tudjuk, hogy ezt a sportágat űzik a városban, mire lehetnek még büszkék? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a judó mellett úszás, labdarúgás, asztalitenisz, a gimnázium és a Lónyai szakközépiskolai falain belül pedig a röplabda, a kosárlabda is jelen van a városi sportéletben. Úgy vélem, hogy az úszóink jelentős sikereket értek el, a focistáink pedig éppen most játszanak Mátészalkával Nyírbátorban egy fölkészülési tornán. Reményeim szerint Vásárosnaményban a sport az egészséghez vezet, tehát egyre többen választják a szilvafürdő adta lehetőségek mellett az úszást, illetve egy nagyon nagy kitűrési pontunk,
a Kajakenu Szövetséggel történő konzorcium megállapodás, miszerint a kajakenu sportág és az úszás egy új dimenziót kap a városban. A több mint 200 versenyző ezekért az érmekért lépett a küzdőtérre, a négy tatamin egymást követték a mérkőzések. Egy ilyen verseny több hetes előkészületet igényel, oda kell figyelni a logisztikára, megfelelő számú küzdőfelületek, orvos, mentő jelenléte, legyen internet kapcsolat, a sorsolások, mérlegelő helységek, kiszolgáló helységek, tehát egy komplett olyan bázist kell létrehozni egy-egy versenyre, amely minden igényt kiszolgál. Mind a szülőket, mind a versenyzőket, mind pedig a versenybírói részt. Az edzők a küzdőtér mellől tettek meg mindent versenyzőjük sikeréért. A legtöbb edzőhez hasonlóan meglehetősen intenzíven élted meg a tanítványod legutóbbi meccsét, Ceglédről érkeztetek, mekkora csapatta, milyen reményekkel? A reményeink az, hogy legalább egy-két diákolimpiai bajnoki címet szerezzünk, 16 fővel érkeztünk, amiből 4 lányzó és 12 fiú versenyző. Mennyire népszerű Cegléden a sportág, mennyire könnyű gyerekeket toborozni? A Cegléden most a bázisunk legalább egy 100 fősnek mondható, amiben vannak diákkorosztálytól egészen a felnőtt korosztályig. Milyen színvonalú, milyen fajsúly, milyen rangos ez a mostani diákolimpiai döntő? Ebben a diákolimpiában, a serdülő korosztályban 3 évfolyam verseny, ez a 2002-3-4-es születési évűek. Ebben azért egy 230 fős mezőny összejön, az már jónak mondható. A ceglédi Szegedi Dániel esélyesként érkezett az országos döntőre. Mikor kezdtél egy judozni, és miért pont ezt a sportágat választottad? 7 éve kezdtem el, és azért választottam ezt a sportágat, mert a bátyám is 14 évig judozott, és ugye megtetszett nekem a sport, és így elkezdtem én is járni a tanfolyamra, és utána most itt a haladó szinten vagyok. Mi a legszebb szerinted ebben a sportágban? Az a legszebb benne, hogy a szép dobások vannak, meg gondolom a sportszerűség is ott van valahol, mert nekem azt jelenti, hogy küzdünk egymással, és megyünk a célért, és törekszünk, és kitartunk. A hazaiak versenyzője, Insticei Réka, az 57 kg-os súlycsoportban szerzett bronzérmet. Azt mondják a judóról, hogy egy férfi a sportág, de hát lányok is űzik, te miért választottad ezt a sportágat? Mert kiskoromban is nagyon erőszakos voltam, és elsőnek balettre iratkoztam, mert ahhoz volt meg az alkatom, de utána inkább a apukám elvitt a judó edzésre, és ebben jöttem ki magamat, hogy ezt szeretném csinálni. Mi a legszebb ebben a sportágban? Te miért jársz napról napra edzésre? Hogy versenyeket nyerjek, és hogy igazából ezért meg, hogy erősödjek, és levezessem a fölösleges energiámat. A döntőn edzőként ott volt az olimpiai ezüstérmes Hajtós Bertalan is. Én is elhoztam a saját versenyzőimet, összesen 11 versenyt hoztam erre a versenyre, és ideig a lányok közül már 4 bronzérmet szereztünk, úgyhogy remélem, hogy a fiúk még rátesznek egy lapáttal, és ott lesz majd bajnokunk is. Milyenek a mostani 11-12-13 éves judósok, mondjuk viszonyítva egy 12-13-14 éves Hajtós Bertalanhoz képest? Hú, ez jó kérdés, én körülbelül 12 éves koromban kezdtem a judót, tehát biztos, hogy jobbak, mint én voltam, de hát utána nagyon hamar felzárkóztam a többiekhez, hál' Istennek, úgyhogy ők jobb judósok most, mint én, mert 12 éves koromban, ahogy még nagyon nem is voltam versenyem. Akkoriban viszont nem volt internet, nem volt mobiltelefon, meg nagyon sok olyan nem volt, ami most van, és vonzza a fiatalokat. Mennyire nehéz ott tartani őket az edzőteremben? Ez az én problémám is, ez a számítógép, és okostelefonok, minden, úgyhogy nagyon nehéz megtartani egy gyereket. Nem is behozni a terembe, ahol tulajdonképpen nagyon sok judós kezd, de hát aztán nagyon sokan lemorzsolódnak ezek miatt, tehát inkább megtartani nehéz őket. A diákolimpiai döntőben a fiúknál 10, a lányoknál 8 súlycsoportban osztották ki az érmeket. A listavezető a sereghajtót fogadja a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. A Nyíregyháza Spartacus Nyírbától találkozó szombaton 14 órakor kezdődik. A jól tudom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében óriási presztízsel bír az a mostani találkozó. Rengeteg volt sparjátékos játszik most Nyírbátorban. Extra motivációval fognak pályára lépni, azt ígérhetem, hogy mi sem leszünk kevésbé motiváltok. Sok nézőre, jó hangulatra számítok, és játékban is kell fejlődnünk.
reményem hasonlók lenne az első két meccsen. A hétvégén újabb érdekes meccs következik, hiszen a Sparival játszottak, akit jól ismertek, játszottak velük már több edzőmeccset, ráadásul nagyon sok nyírbátori játékosnak van korábbi Spari kötődése, és milyen meccsre lehet számítani? Én azt mondtam a játékosoknak, hogy ez az utolsó olyan meccs, ahol nincsen semmilyen elvárás a csapattal szembe. Mindenki játszom felszabadultan, és mutassa meg azt, amit tud, és meglátjuk, hogy milyen eredmény lesz, amit el tudunk érni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mindenképpen meg kell kezdenünk a pontoknak a megszerzését. Nyilván szeretnénk már hétvégén is, de semmilyen elvárás nincs a csapattal szembe, hiszen a két játékos állomány nem hiszem, hogy egy mércével mérhető. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a megyei labdarúgóbajnokságokban. Az MLS megyei igazgatósága Baktól-Rendházán tartott a szokásos szezonkezdés előtti liganapját. A legfontosabb téma ugye mindig az, amely a csapatok érdekeit szolgálja, gondolok itt a TAU-ra, illetve a pályaépítési programra. Azért is volt ez aktuális, hiszen mind a kettő program, tehát az új TAU program, illetve a pályaépítési program 10. üteme márciusban lesz esedékes, akkor lesz fent a honlapon, a Labdarúgó Szövetség honlapján. Ezzel kapcsolatosan egy-két érdekességet, esetleges változásokat, várható változásokat osztottunk meg a csapatokkal, a csapatvezetőkkel, és természetesen biztosítottuk őket arról, hogy amennyiben, amikor felkerülnek a központi honlapra ezek a programoknak a jelentkezési lehetőségei, határidői és tervezetei, akkor azonnal továbbítjuk a számukra, részükre, és természetesen a megyei honlapon is minden szükséges információt meg fognak találni, meg fognak kapni, minden szükséges segítséget is. Értelemszerűen ez azt jelenti elsősorban, hogy ha felmerülnek kérdések, akkor ugye tudunk ebben segíteni. Alapvetően az is segítség, hogy a TAU által azért az utazási költségnél, illetve egyéb tárgyi beszerzési eszközöknél nagyon komoly pénzekre lehet pályázni, és azért ez egy óriási segítség az amatőr labdarúgó csapatoknak. Illetve kiemeltük azt, hogy jó lenne, hogyha minél több pálya lenne Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, gondolok itt műfűes pályára, hiszen nagyon kevés van. Ez nagyon-nagyon szomorú számunkra, hogy jelen pillanatban ugye 4 nagy műfűes pályánk van az egész megyében. Ugye ebből a legrosszabb állapotban lévő pályát úgy néz ki, hogy heteken, hónapokon belül felújítják. Gondolok itt ugye a Városi Stadionban lévő műfűes pályára. És ez nagyon kevés szám, amikor arra gondolunk, hogy ugyanilyen csapatlétszámmal dolgozó Borsod megyébe 9, a szomszédos megyébe Hajdú-Biharba, ahol fele ennyi csapat van, 11 vagy 12 műfűes nagy pálya van. A másik téma volt, amivel szintén nagyon sokat foglalkoztunk és beszéltünk erről, az edzőképzés, ami most ugye megindul, és idén tavasszal indul az új edzőképző tanfolyam, az amatőr A, az amatőr C licensz, amely azt jelenti, hogy a felnőtt megye 1, megye 2, megye 3-as kispadra jogosít fel, tehát csak és kizárólag felnőtt edzők részére. Ilyen még nem volt Magyarországon, ilyen edzőképzés, hogy teljesen külön választották az utánpótlástól. Ugye volt sok olyan edző, hogy most miért csináljon meg az utánpótlást, amikor én a felnőttel foglalkozok. Na ez pont nekik szól. Ugye ezzel kapcsolatosan is pár információt megosztottunk nekik, illetve biztosítottuk arról, hogy ősszel jön az utánpótlás C, tavasszal pedig lesznek ezek az úgynevezett amatőr C tanfolyamok. Ezen kívül ugye szó volt még, hogy az online közvetítéseket folytatjuk tavasszal, minden hétvégén egy-egy mérkőzést ugyanúgy szeretnénk a livestreamen keresztül közvetíteni élő egyenes adásban, aminek ugye nagy sikere volt az ősz folyamán, és természetesen biztosítottuk őket arról, hogy egy-egy nagy megye 2-es rangadót is közvetítünk, nem csak megyei első osztályból. Nagyon nagy problémákat okoz az, hogy a mérkőzések 85-90%-a vasárnap van megyénkben, és egyszerűen sajnos előfordult az ősszel is, és valószínűleg elő fog fordulni tavasszal is, hogy megye 3-as mérkőzésekre nem fog 3 játékvezető jutni, mert egyszerűen nincsenek annyian. Annyiszor megkértük már a csapatokat, hogy ahol lehetséges, tegyék már át szombatra a mérkőzéseket. Hát mondanom sem kell, hogy egyetlen egy ilyen kérés sem érkezett, de természetesen reméljük azért, hogy a következő szezontól, vagy akár most is, hogyha a csapatok ezt átgondolják, és látni fogják, hogy játékvezetőkkel sajnos kevés van, és csínyel állunk, akkor esetleg több mérkőzés fognak rendezni szombaton. Ugye 3 osztály, első, második és harmadosztály van, a második és harmadosztály több csoportban a megyében, és mi minden bajnokságban vannak kiesők, feljutók. Milyen rendszer szerint léphetnek feljebb, illetve esnek majd ki a csapatok? Ahány megye 3-as csoport, mondja 5 megye 3-as csoport, mind az 5 bajnoknak biztosítjuk, hogy feljusson. Ezáltal az alapverseny kiírásban az van, hogy a megye 2-es csoportokból ugye 5 esik ki, a 3 megye 2-es csoportból, tehát mindenhol az utolsó helyezett, illetve a 2 legrosszabb 15-dik. Értelemszerűen ez az alapfelállás, az egy másik történet, az elmúlt években egyetlen egyszer nem volt arra példa, hogy mind az 5 bajnok feljebb lépjen, és így bizony sokszor még az utolsók is bemaradtak a megye másodosztályban. Megye 1-jel azért már más a helyzet, azért ide a megye 2-es bajnokok általában fel szeretnének jutni. Most is, ahogy állnak a csoportok,
megérjen a csapatok. Azért azok olyan csapatok, akik komolyan készülnek a megyei első osztályra. Ugye alapesetben, ahogy a versenykiírás is tartalmazza, három kiesünk van a megyei első osztályból, hiszen három megye kettes csoportunk van, akik esetleg feljuthat. Ugye a kieső száma természetesen változhat. Eleve ugye abban az esetben, hogyha a megye egyes bajnok, akinek osztályozót is kell játszani az MB3-ért, az nagyon fontos megemlíteni, hiszen 10 feljutó van a 20 megye egyes bajnok közül, tehát lesz egy oda-visszavágó párharc. Ha a megye egyes bajnok sikerrel jár, az a nekünk ugye egyrészt nagy öröm, hiszen szintén van egy csapatunk, aki az MB3-t képviseli, másrészt pedig akkor lehet egy visszamaradó. Viszont azt ne felejtsük el, hogy az MB3-ban is van az egyik megyei csapatunk, aki nem feltétlenül jól áll most a tabellán, az utolsó helyen áll, tehát könnyen elképzelhető, illetve benne van a pakliban, nagyon reméljük, hogy nem lesz erre példa, de benne van a pakliban, hogy az MB3-ból kiesik egy csapatunk. Amennyiben kiesik az MB3-ból egy csapatunk, értelemszerűen neki biztosítani kell a megyei első osztályban a helyet, tehát akkor már a kiesők száma egyenlő, illetve azt se felejtsük el, hogy jelen pillanatban egy, de ha minden jól megy, akkor a következő szezontól nyártól kettő MB2-es csapatunk van, és az MB1 és MB2-es csapatoknak lehetőség van arra, hogy úgynevezett tartalékcsapatot, vagy fiókcsapatot indítson, és amennyiben ezt a lehetőséget megragadják, beadják az amatőr licencet, jelzik felénk, és majd utána beadják ugye a nevezésüket is, akkor nekünk kötelességünk fogadni őket a legmagasabb osztályba. Tehát erre is kell számolni, hogy esetlegesen, hogyha az MB2-es csapataink valamelyike, vagy mindkét MB2-es csapat tartalék csapatot indít a megyei első osztályba, akkor bizony sokkal több kieső lehet, mint három. Fölényes győzelmet aratott a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadta, és a hazaiak 75-33-ra megnyerték a találkozót. Ha az eredményt nézzük, akkor a Nemzetvédelmi Egyetem csapat elleni mérkőzés nem volt több egy jó edzőmesnél, így volt valójában? Ugyan a Nemzetvédelmi látszott rajtuk, hogy úgy jöttök le, hogy ők szeretek volna egy jó mérkőzés, szoros mérkőzés játszani, de hál' Istennek a lányok úgy néz ki, hogy lassan, de kezdünk kirábolni abból a mély völgyből, ahol eddig voltunk. Nagyon pontosan, nagyon precízen, lendületesen kosárlabdáztunk, de tényleg látványos megoldásokkal. A nézők nagyon örültek neki, mert végre egy szép kosárlabdát láthattak. A Nemzetvédelmi az ugye próbálta lassítani a játékunkat, tehát próbált olyan fautokat beütni, amik sok esetben ugye nem is voltak teljesen sportszerűek, tehát kaptak, vagy azt meg egy vagy két sportszerűtlen hibát is kaptak rá, de ettől függetlenül ezt a rendületet nem tudták megállítani, és ugye ami a lényeg és jó volt ebben a mérkőzésben, hogy mindenki kellő játékpercet tudott kapni, a fiatalok is, és ezzel sikerült is mindenkinek élni, tehát nem kellett az orsit és a diát úgymond túlterhelni, hanem lehetett a kicsiket játszatni, akik mondom, igencsak sok ponttal hálálták meg a bizalmat. Jókor is jött ez a mérkőzés az önbizalomszerzés szempontjából is, hiszen egy dupla meccses hosszú hétvége vár a csapat, vagy csütörtök Szeged, vasárnap Kecskemét, mind a kettő utazással, és ez mind a kettő ellenfél olyan, hogy azért nem lehet félváról venni a meccset. Ugye egy Szegedet soha nem szabad félváról venni, hogy az előző évek azok pontosan ezt be is bizonyították, hogy az úgy kell menni, hogy kellő felkészültsége. Ugye ez a Szeged meccs elméletileg nem itt volt, hanem január elején, csak nem sikerült ott megállapodnunk a szegedi csapattal, és ez az egy alkalom volt az, amit hajlandóak voltak megajánlani részünkre. Nekünk nem a lehető legkedvezőbb időpont, ez ugye, hogy a hétvégén Kecskemétre is le kell utazni, de ettől függetlenül megpróbáljuk úgy megoldani ezt a két mérkőzést, mind a kettőnek győzelem legyen a vége. A Szeged ugye az sok utánpótláskorú játékossal játszik, ami úgy gondolom, hogy valamilyen szinten előny is lehet, és meg hátrány. Ugye az előnye az lehet, hogy talán nincsenek olyan rutinosak és tapasztaltak, a hátrány viszont az, hogy ők mindenféleképpen bizonyítani szeretnének az edzőnek, hogy nekik valóban ott van a helyük. Per pillanat, hogy a csapatunkból azért mindenki egészséges, és bízunk benne, hogy ez a szegedi mérkőzés után is így marad. A Kecskemét egy kicsikét már érdekesebb mérkőzés lesz, mert ugye ott az év elején az idősebb játékosok abbahagyták a kosárlabdát, de ugye annyira kevesen maradtak, és a fiatalok nem úgy vállalták a mérkőzéseket, ahogy azt az edző szerette volna, és hogy azokat a játékosokat, akik tavaly húzó emberei voltak ennek a Kecskeméti csapatnak, mindenkit visszahívtak, tehát most per pillanat egy ilyen öt új régi játékossal kell fölvennünk majd a harcot, ami Kecskeméten azért nem egy egyszerű dolog, de mindenféleképpen úgy készülünk, hogy mind a két mérkőzést hoznunk kellene, főleg azért, mert így fogunk tudni ott maradni a második helyen. Budapesten az elektromos csarnokban rendezték meg az asztali tenisz diákolimpia országos döntőjét. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét 8-an képviselték, közülük 6-an egyesületi színekben apadjon ütik a labdát. Ellenőriztem, hogy átnéztem, hogy kik jutottak ki tavalyról esetleg, meg hogy milyen erőt képviselnek a kijutók, és már előre gondoltam, hogy
1-2-es lányba és a 3-as, 1-4-es fiúba csapatba. Van esély ott jutni a döntőbe, hogy első vagy második hely az meg majd elválik. Hát a többiben meg úgy gondoltam, hogy ha szerencsés a sorsolás, akkor is meg lehet az érem, de annyira nem bíztam benne. Leszünk akkor a két érmesről, kezdjük a lány egyessel. Hanucsák Fanni volt az érdekeltünk, és nagyon erősödött a mezőny, mert volt egy szabálymódosítás, hogy aki le van igazolva és 5 pontot még nem szerzett ranglista versenyen, azok is indulhatnak, és így hál' Isten, hát én örülök neki egyébként. Lehet, hogy kicsit erősebb lett, de viszont színvonalasabb. Így lehet a kisgyerekektől is lehetett látni rendes labdameneteket, de viszont volt egy magas esélyes leányzó, aki frissen igazolt lett, így a január folyamán, 16 pontot szerzett egyből egy versenyen, őt vele tudtuk, hogy vele fogunk megküzdeni, így igazán, de még rajta kívül is volt két nagyon ügyes lány, aki egyik szerencsére nem érezte a szemcsét, és így sikerült simán 3-0-ra nyerni. Viszont volt egy békési leány is, aki viszont 12 pontos már, ő is a ranglistán, de őt nagy csatában így 3-1-re meg tudtuk venni a 4 közéjutásért. Mi az, amit tud ez a 14 éves kislány most már a pingpongból, és mi az, amivel többet tud a többieknél? Nagyon oda tud koncentrálni a labdamenetekre, de viszont, hogyha a vége egy labdamenetnek, akkor már egyből kifele néz, és azzal még bajok vannak. Tenyereséből az már nagyon kezd alakulni, de hogyha mondjuk rosszul áll rá a labdára, akkor nem találja úgy el még a labdát. Fonákból is elég, hát neki fonákon szemcse van, amivel tud ütni is, pedig védőszemcse. És hát ezt hiányoltam egy kicsit, hogy a versenyen ezt nem kamatoztatta, nagyon kevésszer próbált ütni a fonákkal. És szerintem ezért is volt, hogy nem volt esély már így a döntőbe. Pedig 10-6-ra vezetünk még az első szedbe, de onnan kiengedtünk. Beszéljünk az ezüstérmes csapatról, milyen úton jutottak el a második helyig? Egy nagyon erős csoportba jutottunk tovább második helyen, szóval mondhatnám, hogy szerencsés sorsolással jutottunk el a döntőig, mert a csoportban volt egy Somogy megyei csapat, ahol egy Juhász Dominik nevű srác már a tavalyi csapat tag volt, és ők győztek tavalyi verseny során. Úgyhogy velük gondoltam, hogy versenyben leszünk, mert erős csapat. Hát őket sikerült a két egyéni során legyőzni, így a páros már nem nagyon számított. Igaz, az is 3-2-re ment el, de végül is nyertek a fiúk. Utána a békésiekkel játszottunk, akikkel az első helyét játszottunk a csoportba. Ellenük már egy kicsit fáradtak voltak a srácok, mert folyamatosan játszottak, és nem bírtuk a terhelést. Aztán egy kis pihenő után jöttek a egyenes kieséses szakasz, és ott azért magabiztosan eljutottunk a döntőig, ott már az ellenfeleknek úgy nem volt esélye. Mikor kezdtél el pingpongozni, és miért pont ezt a sportágat választottad? Harmadikos koromtól kezdtem el pingpongozni, hát már ezt tetszett a legjobban. És mi a legjobb benne, mit szeretsz a legjobban? Jól lehet benne ütögetni, meg ki lehet kerülni ilyen versenyekre, lehet járni ilyen versenyeknek, meg ilyesmi. Erre a budapesti diákolimpiai döntőre, hogy jutott aztán, mit szerettél volna elérni, és mennyire vagy elégedett ezzel a második helyen? Elégedett vagyok, mert az utolsó döntő meccsbe, az első helyre, abban már kikaptam 3-0-ra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!